Mindenki kapaszkodik. Ugye a középosztálynak ugye a középtől felfelé része szerintem bármi történik el lesz. A megtakarítások devizában, valamennyi passzív jövedelem, az aktív jövedelem megfogadva a doktor miniszterelnök úr tanácsát növelhető, tehát aki vállalkozó emeli az árait, aki alkalmazott, az aktívan keresi az új munkahelyét, hogyha... Egy mekkora válság, arra elég nehéz válaszolni. Ezért aztán az a kérdés, hogy mi is legyen az egyéni stratégiánk ebben a válságban, azok is egy kicsi bizonytalanok a keretei, mert akkor most az történik, hogy emelkednek az árak, és a jövedelmünk nem emelkedik annyival, és ehhez valamennyire illeszkedni kell. Vagy pedig egy olyan méretű korrekciós folyamatra kell felkészülnünk, mint a 1945-46-os, ami szintén előfordul egy generáció életében, és még csak azt sem mondhatjuk, hogy ez valami fátum volt, mert körülbelül a legjobb teljesítmény volt, amit a Magyar Nemzeti Bank fennállása alatt fel tudott mutatni. Én úgy látom, hogy ugye államcsődről kezdenek itt már beszélni. Formálisan az államcsőd az az, amikor az állam fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget. Ez általában úgy néz ki, hogy egy hiteltörlesztést nem tud teljesíteni, kötvény visszavásárlást, vagy más állampapír visszavásárlást nem. Nem tudja kifizetni az orvosokat. Igen. Na, várjál, az egy másik. Tehát ilyen veszély most pillanatnyilag nem fenyeget. A különböző ilyen aukciókon el tudják adni, a hozamok persze azok időnként fölmennek, de még azok sem horrorisztikusak, tehát el tudják adni, meg tudják újítani az állampapírokat. Néztem a lejárati szerkezetet is, az se vészes, tanultak annak idején a szocialista rendszer hibáiból, amikor vették fel, ugye az IMF tagság után nagy lelkesen vették fel a hiteleket, és akkor ugye 80-as évek végére összetorlódott őrületes fizetési kötelezettség. Az annyira emlékszem rá, hogy pont szülés után visszamentem dolgozni, és valamilyen fejtágítással lelkesedett valami fontos elvtárs, hogy hát milyen jól föl tudtunk venni pénzeket, és most milyen jó nekünk, és hát amit úgy kérdeztem, hogy igen, és ott akkor mi lesz? Hát igen, itt valakik nem figyeltek oda, elszúrták, összetorlódott, de majd akkor lesz valami. Hát lett is. Kicsit belebukott a rendszer. Nem, most nincs ilyen veszély. Az az igazság, hogy most sokkal ügyesebben kezelték, tehát a negyedéves bontásban a 38-ig viszonylag egyenletesek a fizetési kötelezettségek, szerintem teljesíthetők. Tehát így nincs. Abban viszont a Gyurinak igaza van, hogy közben a magyar állam egy csomó fizetési kötelezettségét nem teljesíti. Tehát mondjuk a héten volt hír, hogy a kórházi adósságok hogy felszaladtak, nem fizetik ki a beszállítókat. Ez már tulajdonképpen azért, ha formailag a nemzetközi szabványok szerint nem is államcsőd, azért ez már az, és ugyanígy azok az intézkedések, amikkel itt tele van a sajtó, ugye a beruházások leállítása, a fölrobbanó mozdony víztartályok, amiket nem tudnak lecserélni, meg az összes többi, szóval a vízvezetékek. Tehát ez határozottan mutatja, hogy igen, a magyar állam nagy bajban van, és tulajdonképpen azt csinálják, amit egy államcsőd, egy IMF program esetén csinálni kéne, tehát megfogják a kiadásokat. Hát, hogy most melyik kiadásokat fognak meg, és melyeket nem, az persze megint egy másik kérdés. De akinek van tudása, akinek van keresett szakmája, az ebben az országban itt még a következő évtizedben valószínűleg megtalálja a számítását ugyanúgy, ahogy eddig a piacról. Aki bajban van, meg aki bajban lesz, azok a tömegek, akik gyakorlatilag nem rendelkeznek ezzel a szabadsággal, hanem valamilyen munkahelyen, akár több műszakban, akár betanított munkásként, vagy szakmunkásként azt a fizetést kapják, amit valaki megad nekik, és amit azért ők kapnak meg, mert Magyarországra azért hozott egy multi egy árat, mert itt az a bérszínvonal, ami például. És ez mondjuk a magyar társadalomnak mondjuk egy 60-70% a minimum, aki legjobb esetben is ezt a szintet tudja elérni, mert ugye az oktatásunk eddig juttatta őket, a saját képességeik okán nem tudtak feljebb jutni ennél, még hogyha egy diplomájuk van, de a motivációjuk és a hozott mintáik, családi és egyéb szintről egyszerűen nem tudta őket ennél tovább juttatni.
És akkor nem menjünk bele abba, hogy ez most önhibájuk, a társadalom hibája, a családjuk hibája, a környezetük hibája, vagy mi miatt alakult így. Ebben élünk itt több évszázada, ebből nem tudtunk kitörni, úgy, ahogy más országok ki tudtak törni belőle. Lehetne olyan mintákat mutatni a vidéknek, a magyar társadalomnak, hogy ez egy kicsikét más legyen, de látjuk, hogy erre nem nagyon van motivációja sem a gazdasági, sem a politikai elitnek, mert mindenki inkább a saját kis pecsenyéjét sütögeti és a saját kis környezetét próbálja meg megint csak egyéni stratégiaként előre juttatni. És akkor erre lehet azt egy kicsit rávezetni, hogy jelenleg az egy elég komoly stratégiai vagy taktikai helyzet, hogy a határ közelében laksz, és könnyebben át tudsz menni a külföldi nagybevásárlásokat csinálni, mondjuk egy párkányi időben, vagy akár a déli határnál, egy Szerbiába, Horvátországba.